Pünköst hétfőn a tabella negyedik helyezettjét látta vendégül a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a Peruc FC. Marton Miklós csapata a tavasz utolsó előtti hazai találkozóján Devecsert látta vendégül, és egy fordulatos meccsen 2-2-es döntetlent ért el, mellyel eldőlt, hogy a hátralévő eredményektől függetlenül a harmadik helyen fejezi be a bajnokságot. Az együttes május 28-án 19 órától Tapolca ellen búcsúzik a hazai közönségtől. Köszöntöm ismét a Városi Televízió valamennyi kedves nézőjét. Ismét labdarúgással jelentkezünk, ezúttal a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 31. fordulójában a Pápai Peruc FC Devecser bajnoki találkozó összefoglalóját tekinthetik meg. A formán tekintve hazai győzelem várható a mai találkozón, hiszen ha a két együttes legutóbbi 5 mérkőzését vesszük, akkor a pápaiak felé billen a mérleg jócskán, hiszen Marton Miklós csapata mind az 5 mérkőzését megnyerte, és lőtt 21 gólt, és mindössze egyet kapott csak, míg a fehér mezben látható devecseriek mérlege 4 vereség és 1 győzelem. Itt az ünnepi dupla fordulóban is vereséget szenvedtek 2 nappal ezelőtt, méghozzá a Dudaron egy 2-0-ás hazai győzelem született, míg a Peruc Balatonfűzfőn járt, és magabiztos 5-0-ás győzelmet aratott, és közben már is egy sérülés a mérkőzésen. Cserna Robert marad a földön, de közben még a támadás folyik, illetve már nem, mert Iványi lekapcsolja a paszt. Ismerkedjünk meg akkor a csapatokkal, a főszereplőkkel. A vendégeknél Csepregi András a háló előtt, 8-assal Csicsics Richárd, 17-essel Illés Norbert, 20-assal Cserna Robert, 15-össel Tisonyai Richárd, 16-ossal Illés Mihály, 14-essel Osváth Robert, közben Kovács íveli előre a labdát, ez Csepregié. 7-essel Buruc Károly, 11-essel Szélesi Péter, 6-ossal Horváth Gábor és 10-essel Szakonyi Stefán. A hazaiaknál itt a mérkőzés előtt történt egy csere, Erdősi helyett Györkös került be a kezdőbe, Simon László a kapuban, 3-assal Vence Zoltán, 7-essel Mészáros Dávid, 9-essel Nagy Péter, 10-essel Somogyi Richárd, aki éppen a labdát cipeli, 15-essel Iványi Martin, 18-essel Szabó Zoltán, és egy szöglet lesz. 20-assal Bola Gergő, 21-essel Kovács Szabolcs, 23-assal Németh Máté és 17-essel Györkös Zoltán. Az első szöglet következik a találkozón, a 3. percben járunk. A mérkőzés játékvezetője Szalai László, segítői Szalai András és Szalai Dávid. Györkös a sarokrugásnál, ahogy azt már megszokhattuk. Jól jön be a labda, és Szabó kis hián a kapuba tudott bolyntani, de kicsúsztatták előle. Nagy Péter a hosszún gyűjti össze, és egészen ki kell hozni a labdát, és Németh Máté kapja, ő most a legutolsó ember. Ősszel szintén pápai siker született, 2-1-re nyertek Marton Miklósék Vence Zoltán duplájával. Egyébként a Peruc a harmadik továbbra is a bajnokságban 68 ponttal, míg a Devecser közvetlenül mögötte helyezkedik el, igaz, jócska lemaradva 17 ponttal. Igen, érik a pápai gól, Németh. Nem sikerül megcsúsztatni, Mészároshoz kerül ki a 16-oson kívülre. Ballal a betett labda, Szabó mellel. Nem tud megfordulni, lekészíti lövésre, és megvan a vezetés a 14. percben. Györkös a gólszerző. Az előbb említettem, hogy igen, érik már a pápai gól, hát tényleg 10 emberrel védekezik a Devecser, és igyekszik elkerülni azt, ami most bekövetkezett. A meccs előtt még csereként jegyzett Györkös megszerzi a hazai vezetést. 3. gólja Györkösnek a bajnokságban. Marton Miklóst kellett figyelmeztetni közben. Közben egy kapufa, egy peruci játékos csúsztatta meg a labdát, ha jól láttam, és így lett kis hián öngól Cserna feliveléséből, amely következik még egy belőle, simoljon a kapujából feleslegesen. Most már van helyzete a vendégcsapatnak is. Ha jól láttam, akkor pápai fején csúszott meg a labda, és Simon még nagy bravúrral ki tudta rúgni a labdát, ami
a kapufáról jött le. 5 perc van hátra az első félidőből. Simon rúghatja tehát előre még a labdát, hogyha engedi Szalai játékvezető. És még megy a játék. Vencel csúsztat bele, Nagy Péter, és ezt már nem várja meg a sípmester. 45 perc játék után tehát 1-0-ás hazai vezetés a Peruc FC Devecser mérkőzésen. Györkös volt a gólszerző. Mezőnyfölényben játszik a csapat, a hazai csapat, és hát a labdabirtoklásban is komoly különbség mutatkozik. Egyelőre egy gól az előnye a miénknek, ami nem lehet megnyugtató. A másodikban ezt még növelni kell. Osvárd sarokkal. Somogyi. Mészáros. Szabó kéri. Nincsen lesz, hiába integet Osvárd. Most a centerezés, és Vencelbe rúgja Csepregibe, aztán kivágják a védők. A második félidő első ordító lehetősége. Szabó volt önzetlen, ám Vencel közvetlen közelről Csepregibe rúgta, aztán Iványi is megkínálja messziről a vendége kapusát egy lövéssel. 56. perc. Cserna ismét a labda mögött, vendég a szabadrugás az 58. percben, laposan. Ez egy figura. És egy óriási gól, a figura vége. Szélesi Péter fölvarja rövidbe a labdát. Hát ez egy szépen megkomponált szabadrugás variáció volt, és az 58. percben kiegyenlítenek a vendégek. Szélesi Péter tehát a gólszerző, aki a házi gólkirály és egyben is a 21. találata már ebben a szezonban. Hát most bánhatja igazán a pápai csapat, hogy ezt a második gólt nem tudta megrúgni, azt a megnyugtató második találatot. 1-1 az állás. Vencel kapja a bedobást. Ma egyre többet csúszkálnak a játékosok az eső miatt. Vencel tekeri el, és kapufa! Csepregi még Újhegyjel kapufára tudta tolni a labdát. Egy hatalmas védés a vendégek portásától. Kapja is a pacsit Csernától. Vencel nagyon szépen tekert el. A gól után jöhetett volna a válasz, de Csepregi a helyén volt. Egy órája tart a mérkőzés. Vencel, jó labda. Szabó, mellel maga elteszi, aztán megint Csepreginek akad dolga. Hát eddig a vendége kapusa tartja meccsben csapatát. Több bravúrt is bemutatott már Csepregi András. Jöhet a 10. pápai szöglet. Nagy, Iványi. Nagyon szép volt a csel. Mészáros kapja a jobb oldalon. Jön be a labda, és ez is kimarad. Hát nem hiszem el. El vannak átkozva itt a második félidőben a pápaiak, egyszerűen képtelenek betalálni. Ezúttal Györkös a hosszún hagyta ki. Igen, veszélyesen jött be Mészáros labdája, de elment mindenki előtt. A hosszún érkező Györkös pedig becsúszva mellé fölé rúgta. Ezt is megúszta a Devecser. Német hatalmas bedobása ismét. Vencel csúsztat bele. Nem tudnak egyelőre felszabadítani a vendégek. Tisonyai. Most vágja előre, de ez is bolláé lesz, úgyhogy jöhet is az ellentámadás. Iványi. Német. Mészáros. És egy keresztlabda. Ezek szerint nincs eles. Zicser, és benn van a második devecseri találat. Szakonyi megszerzi a vezetést a devecserieknek. Hát ez szerintem legalább egy méter les volt, amit elnézett az asszisztens Szalai András, és sikerül kihasználni a lehetőséget Szakonyi Stefánnak. 14. gólja a szezonban, és hátrányban a Peruc. A sok kihagyott helyzet megbosszulja magát. Ehhez természetesen kellett ehhez a gólhoz 6-6-os játékvezetői segítség. Aztán ott a gólszerző veszik össze a kispaddal. Szakonyi természetesen lapot kap, mert levette a meszt. Közben a vendégek játékosa még mindig a földön. A kisebb közjáték itt a gól után. Szakonyi most megkapja a sárga lapot a mezlevételért, az meg a második a szövegér, és akkor itt a piros lap, a gólszerző elhagyja a pályát, és az utolsó 20 percet 10 emberrel fejezi be a Devecser. Hát Szakonyi Stefán hatalmas baklövést követett el, nem csak azzal, hogy levette a meszt, hanem azzal is, hogy valamit odaszólt a kispadnak. Somogyi
egyből kiuginak a jobb oldalra. Jó, a Kovácsnak visszatett labda, és visszakerül Somogyihoz megint. Vencel felé a fejes, ott van még lehetőség, Nagy Péter is benn van! A sokadik lehetőségét már nem rontják el a pápolyak, és a 90. percben sikerül kiegyenlíteni egy kapu előtti kavarodás után. Nagy Péter tudott higgadt maradni, és a kapu jobb oldalával lőni, és hát legalább 5 perc még hátra van a találkozóból, hiszen sok volt az ápolás és a közjáték, úgyhogy ebből még ki lehet hozni még többet az egy pontnál. Nagy Péter is beköszön, a második találata a bajnokságban. A 14. pápolyi szöglet következik. Györkös. Iványi kapja. Most jön a hosszú felé a fejes. Csepregi hatalmas védése. Vencel bólintott. És ebben a pillanatban Szalai László lefújja a mérkőzést. Hát egy igen fordulatos, sok eseményt hozó találkozón. 2-2-es döntetlennel ér véget tehát a mérkőzés. A pápolyak rengeteg helyzetet hagytak ki. A devecseriek talán szereztek egy lesgól, de hát ezt majd megkérdezzük Marton Miklóstól, hogy ő hogy látta. Megvan tehát tavasszal az első döntetlenje a miénknek, és készülhetnek a május 21-i Pét elleni találkozóra. Legközelebb május 28-án 19 órakor Tapolca érkezik a Peruc stadionba, az lesz a tavasz utolsó hazai találkozója. Én innen Édül Krisztián operatőr kollégám nevében megköszönöm figyelmüket. Következzen Marton Miklós értékelése. Hát az eredményen nem vagyok elégedett, de ma viszont a játékkal elégedett voltam, mert nem játszottunk rosszul. De egy meglátásom szerint sajnos a helyzet kihasználásunk az egy katasztrófa volt. Ennek a meccsnek van 10-2-nek kellett volna, de még 10-2-nek sem az első gól, azt szerintem egy nem is tudom milyen gól volt. De a második szerintem meg les volt. Úgyhogy ez a csapat 3-at lőtt kapura, abból 2 gólt lőtt. Mi rúgtunk, volt helyzetünk legalább 15, ami 100%-os volt, abból nem tudtunk csak 2-t értékesíteni. Amíg csapat ilyen luxus megenged magának, az nem is érdemel győzelmet. Hát szerintem az ilyen nap volt, de a lényeg az, hogy a játék az szerintem már jobb, mint eddig volt. Sokszor mögé tudtunk kerülni, az első félidőben sajnos a beadásaink azok nem úgy ültek, ahogy kellett volna, de a másodikban már az is feljavult egy kicsit. Abból látszott is, hogy nagyon sok labdát el tudtunk fejelni kapura, de sajnos a gól csak a 90. percben tudtuk szerezni, de még meslabdánk volt a 94-ben is. A játékvezetői ténykedés az egy kicsit bennünket zavart jobban, mint a Devecsert. Elég furcsa felfogásba vezette ez a játékvezető a mérkőzést, de arra se lehet fogni, mert nem ő rúgta a gólokat, bár szerintem az egyik partjelző az nem úszta beállást, a másik meg állandóan fenn volt az ászlaja. Május 21-én Péten 4-0-ra nyert a Peruc, a gólokat Iványi Martin és Vencel Zoltán szerezte, utóbbi Mester 3-ast ért el. A csapat május 28-án Tapolca ellen búcsúzik a közönségtől, a mérkőzést 19 órai kezdéssel rendezik. A már biztos bajnok Nemes Vámos ellen zárta a megyei első osztályú női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Kilián DS-e. Konci János csapata egy átlagos őszi teljesítmény után tavaszra fel tudott javulni, melynek köszönhetően végül 10 győzelemmel és 8 vereséggel a 10 csapatos pontvadászat 5. helyét szerezte meg. Külön dicsőség, hogy a csapat 3 játékosa a megye válogatottba is meghívást kapott. Bár 17-15-ös félidő után a hosszabb kispaddal rendelkező Nemes Vámos 32-28-as győzelmet aratott a szezonzáron. A Kilián DS-e fiataljai kis hián megtréfálták a bajnokot. Sajnos a végére elfáradtak a pápolyak, így nem sikerült győzelemmel zárni az évadot. Azt a szezont, mely ettől függetlenül sikeres volt, hiszen a fejlődés már az eredményeken is tetten érhető. Hihetetlen jól játszottunk, az az igazság, hogy az elmúlt pár mérkőzésen összeállt a csapat kohézió, és hihetetlenül tudnak küzdeni egymásért, nagyon jók a védekezéseink. És ez a mai mérkőzésen is abszolút meglátszódott, hiszen az a csapat, amelyik az edző bevallása szerint egy hónapja nem játszott, mert nem ment el hozzájuk egy ösi, nem vállalta a mérkőzést, aztán volt egy szünetük, akkor lett volna a sorsolásban az a fűszfa, aki
visszalépett, utána megint egy szünet, tehát magyarul egy hónapja nem játszott ez a csapat, égtek a vágytól, hogy játszanak, és ez volt az első tavaszi mérkőzésük, ahol mindenki itt volt a csapatból, tehát a kezdő csapat kompletten, és már csak az is mutatja a játékunk erejét, hogy tulajdonképpen egy-két cserével játszották ők is végig, tehát abszolút a kezdő csapat állt föl, és végig játszott a mérkőzés, tehát az a csapat, aki a gerince lesz a jövő évi NB2-es csapatnak, hiszen ők megnyerték a bajnokságot, és fel fognak jutni, és szándékukban is áll, föl szeretnének jutni, hát nem véletlen erősítettek az idei évre, összeszedték azokból a csapatokból a játékosokat, akik a tavalyi évben viszonylag ügyesek, kiemelkedőek voltak, és azokkal építették ezt a csapatot föl. Rátérve a saját játékunkra, hihetetlen jó védekeztünk, a harmadik perc, negyedik perc környékén vettük át a vezetést, addig 1-0-ra, 2-1-re ők vezettek, és onnantól kezdve tulajdonképpen a 41-2. Percig mi vezettünk. Tehát azt mondom, hogy amíg ezeknek a kislányoknak, hiszen fizikálisan lényegesen erősebb volt a nemesvámos csapata, fizikálisan amíg bírtuk, tudásban, addig és lábban és fejben, addig abszolút parti képesek voltunk azzal a csapattal, aki most a megyei bajnokságot megnyerte. Ha jól láttam, mindössze két cseréd volt, ennek mi az oka? Sérültek, betegek, tavasz, évvége, fáradtság, illetve egy munkahely. Tehát összefoglalva ennyi, tehát van két sérültünk, van egy betegünk, illetve két munkahelyi elfoglaltságunk, tehát sajnos ezért így tudtunk felállni. De nem szoktam emiatt panaszkodni, hiszen az ember abból főz, amilyen van. Tehát aki itt van a pályán és vállalja, hogy játszik, és fölveszi a Kilian DS-e mezét, az természetesen mindig maximális erőbedobással fogja végigküzdeni a mérkőzés, ez abszolút jellemző ránk. Az ötödik helyet szereztétek meg a 10 csapatos bajnokságban, és ugye 10 győzelem, 8 vereség a mérlegetek idén. Mennyire vagy elégedett a szezonnal? Azt kell mondanom, hogy nagyon. Elsősorban a tavasszal. A tavaszi fordulók folyamán ugye 9 mérkőzésből 6-ot nyertünk. Ez az ötödik hely az azért nagyon szép, mert ha alaposan átnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a nemesvámos nyerte a bajnokságot, akivel most nagyon-nagyon szoros meccset játszottunk, illetve egy balatonszemes, aki ugye Somogy megyéből vendég csapatként szerepel nálunk, az lesz a második. Ha jól láttam, akkor Várpalota, ami a Köfémnek, a fehérvári csapatnak a fiók csapata, tehát szintén nem Veszprém megyei csapat, az lesz a harmadik, illetve a negyedik pedig a Haladás, mint tudjuk, az sem Veszprém megyéhez tartozik, tehát ott is az utánpótlás lányokat próbálják meg minél több játékra ösztökélni, és ezért indulnak minél több bajnokságba, így szerepelnek a mi megyei bajnokságunkba. Tehát valójában, ha kivennénk ezeket a csapatokat, akik nem szervesen a Veszprém megyéhez tartoznak, akkor második helyet sikerült megcsípnünk, úgy, hogy ez a második évünk a megyei bajnokságban. Szóltettünk már ugye, hogy várakozáson felül teljesített idén a csapat, ezt gondolom annak is köszönhető, hogy Pödör Patricia rendkívül gólerősen játszott, hiszen a gólövő listán első helyen végzett, hogyha az egész bajnokságot nézzük. Igen, kiemelkedően játszott a Patri is, és az összes többi játékos, ugye nem szoktam különbséget tenni, de ha már itt tartunk, akkor meg lehet említeni azt a három játékost, akit úgy néz ki, hogy beválogattak a megye válogatottba, és június 25-26-án Kecskeméten fognak egy ilyen 3-4 megyés tornán részt venni. Ennek külön örültem, a felkérést azt most a mérkőzés elején kaptuk meg, tulajdonképpen három játékost jött megfigyelni a megbízott edző, Gátfogyi Balázs, aki a nemesvámosnak az edzője, kérdezte a véleményemet is természetesen, és mivel látta, hogy a megyéből tulajdonképpen az ő csapat és a mi csapatunk végzett az élen, hiszen a megye válogatottban nem lehetett a Haladásból, a Balatonszemesből és a fehérvári csapatból játékos beválogatni, ezért mindenféleképpen számított tőlünk játékosokra. Nyilván Patriciát már azonnal kinézte magának, ismerte a játék tudását, tudta ő is nagyon jól, hogy 180 gól fölött teljesített 18 mérkőzés alatt, és ebben benne van ugye az összes erős csapat elleni játéka is, úgyhogy azon kívül a Konszillát, illetve Nagy Zsófiát nézte még ki magának, mindegyik abszolút hasznos tagja volt a csapatunknak, nem kiemelve a többi közül, de nyilván ők hozzátették a maguk tudását ehhez a sikerhez, és már csak azért is kiemelendő ez a három játékos ilyen szempontból, mert mind a három az első 20-ban szerepelt a góllövő listán, és tudni kell, hogy itt több mint 200 játékosról van szó, tehát úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kiemelkedő ez az eredmény, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy összesen, ha jól emlékszem, a Balázs annyit mondott, hogy három csapatból fog Cakli-Pakli válogatni, és ebből a mi csapatunkból három játékost is kinézett magának. Mit hozhat a jövő? Én 4 éve vettem át őket, egy nagyon-nagyon jó társaságot kaptam, tehát köszönet a munkájának annak, aki előtte a csapattal foglalkozott. Akkor nekünk ugye abszolút utánpótlásban szerepeltünk, tehát az Erima bajnokságban, itt a Győr megyei bajnokságban. Abban a 2 évben mindegyiket megnyertük, tehát az Erimát is, megnyertük a Győr megyei bajnokságot is, sőt, ugye akkor még itt működött Pápának kistérségi kézilabda bajnokság. Abban is szerepeltünk, azt is megnyertük, tehát ez egy olyan kis gárda volt, ami abszolút hozzá volt szokva ahhoz, hogy
a maga szintjén, teszem hozzá, győzelmeket folyamatosan hozza, és egy kis gyors pörgős játékával, azzal a tudás szinten, amivel abban az időben rendelkeztek, azzal azért általában győztesként jöttek le a pályáról. Na, itt kezdődött a Veszprém megyei bajnokság, ahol szembesülniük kellett az első őszi idényben azzal, hogy fizikálisan nagyobbak, rutin szempontjából lényegesen több rutinra rendelkező játékosokkal, csapatokkal kellett találkozni, és hát ez szülte azt, hogy az első őszi idényben csak 2 győzelmünk volt a 7-8 vereség mellett, és meg kellett tanulniuk veszíteni. Tehát nekem itt nagyon-nagyon fontos szerepem volt abban, hogy a játékosokkal mindig el kellett hitetnem, hogy a következő mérkőzésen akkor is úgy megyünk fel, hogy esélyünk van, akkor is ki kell hoznunk azt, amit tudunk, és ebből kellett nekünk folyamatosan építkezni, és az én feladatom az volt, hogy a csajokat felhozni erre a megyei bajnokság szintjére, a felnőtt bajnokság szintjére, és azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból ez a csapat megérett abszolút a megyei bajnokságra, hiszen ha 2 évet nézem, amit a megyében eddig eltöltöttünk, ugye az 4 szezonra bontva, akkor a mérkőzés, győztes mérkőzések száma úgy alakult, hogy 2, aztán tavasszal 3, egy első évet 5 mérkőzés győzelemmel zártuk, az idén ősszel 4, és most tavasszal pedig 6. Tehát ha azt nézem, akkor minden szezonban túlszárnyaltuk az előző évi eredményt, és ez meg is látszik a játékosokban. Kellett ez az, hogy fizikálisan is megerősödtünk, a játékosok kezdték elhinni, hogy helyük van ebben a megyei bajnokságban, fel tudtuk venni most már, látod a Nemesvámos ellen a küzdelmet, aki fizikálisan és sebességben is egy magasabb osztályban fog jövőre szerepelni, tehát ővelük is partiban tudtunk lenni, illetve kellett ahhoz, hogy ez a csapat egységessé váljon, hiszen nem kell elfelejteni, hogy a fiatal lányokhoz jött 4-5 felnőtt, akik helyek közel itt tudtak lenni rendszeresen, és hát nyilván ő nekik a játékát is bele kellett a mi játékunkba illeszteni, illetve el kellett fogadtatniuk az öregeknek a fiatalok játékát, a fiataloknak az öregek, és ez úgy érzem, hogy most a második év végére teljesen sikeres lett, elfogadottá vált, együtt örülnek, együtt ünnepelnek, rendszeresen megtalálják egymást a pályán, ami az elején még kevésbé volt, hiszen nem ismerték egymás játékát, nem is keresték, most viszont rengeteg olyan beállós gólt dobunk, ami egy hozzánk csatlakozó, de rutinnal rendelkező beállósnak a játékát erősítette. Tehát még egyszer mondom, maximálisan elégedett vagyok a kisvának pillanati állapotával. A hazai rendezésű úszósuli körverseny harmadik fordulója után a Pápai Úszósport Egyesület versenyzői az elmúlt hetekben Székesfehérváron és Kecskeméten is rajtkőre léptek. Mindkét bajnokságon tovább javították legjobbjaikat az úszók, közülük is kiemelkedik Nagy Levente, aki ezüstérme mellé Kecskeméten bajnoki címet is begyűjtött. A szezon az úszósuli körverseny záró fordulójával és egy kaposvári emlékversennyel folytatódik. A tavaszi évad következő jelentősebb versenyét Székesfehérváron rendezték, ahol a Nyugat-Dunántúli régió bajnokság második fordulójában 5-en szerepeltek. Nagyon jól időzítettük a formát, és sikerült is utána megtartani. Fehérváron ez egy 12 pluszos verseny volt igazándiból, de 5-en mentünk. Ez azért fontos, mert Bálint ugye még 11 éves csak, tehát ő neki versenyen kívüli idői voltak, illetve a verseny kívüli úszásai. De nagyon fontos volt az is, mert az ő felkészülésébe ott tartottunk, hogy kellett egy visszajelzés, egy visszacsatolás arról, hogy mégis mennyi kell még, hova kell javítani, mit kell csiszolni, illetve hol kell ezt az egészet még módosítani. Azt mondani is akarom, hogy ebbe az évben konkrétan az edzésprogramot 5-ször írtam át, kisebb-nagyobb dolgok miatt. Igazából ez majdnem minden évben így van, de még eléggé év elején vagyunk. Ami még fontos elmondanom, hogy nem egy edzésprogramjuk van a gyerekeknek, tehát különböző módon hat rá mondjuk a Leventére, aki mondjuk 14 éves, a Bálintra, aki 11, illetve mondjuk a Dominikra, aki már 18 éves lesz, tehát ezeket is figyelemmel kell kísérnem. Visszakanyarodva a versenyhez, sikerült ezt mindet teljesen összehangolni, és nagyon jó eredményeket hoztak a gyerekek. Főleg azért tudnám kiemelni itt a Leventének a korosztályát, mert Leventének a korosztályában most ez a gyermek kategória 14 éveseknél. Neki van ebben a korosztályban a legnagyobb esélye maradandót alkotni, illetve jót alkotni. Meg kell említenem ezen a versenyen
fehérvári versenyen, hogy Dominik hozta igazából nekünk az érmeket, Corbey Dominik. Két második helyet, illetve egy harmadik helyet 50-es vágtákkal, gyönyörű szép erőből és dinamikus húszással tudta ezeket végrehajtani, ami az is volt nagyon fontos és értékes érmek számomra, mert Dominiknak a felkészülését nagyon megtizedelte, úgymond az érettségre való felkészülés, de mégis tudott időt szakítani arra, hogy lejöjjön hozzánk, és borzasztóan boldog vagyok, illetve büszke az ő elhivatottságára az úszás iránt, illetve az egyesület iránt. Meg kell dicsérnem itt Patriciát, Bettit ugyanúgy, mert konkrétan 23 rajtból 16 javított időnk lett, tehát folyamatosan úsztuk a csúcsokat, ami igazából a cél volt, és ugye itt jön a legszebb az egészben, hogy Levente ismét tudott javítani az országos ranglista csúcsán, tehát amit már úgymond egy éve ő tart, percekre adta át talán az elsőbséget, pont most Fehérváron sikerült egy olyan úszás, hogy az előtte lévő futamba úszott valaki 700-addal jobban, tehát ezt a Levente látta, és akkor sikerült megjavítani neki majdnem 2/10-del, úgyhogy most már 26.03-mal tartja az országos ranglistát. A 65. alkalommal megrendezett Kecskeméti Országos Vidékbajnokságon 56 egyesület 410 versenyzője állt rajtkőre. A pápai klubot Molnár Dániel, Corbey Dominik, Hegyi Patrícia, Iván Bernadett és Nagy Levente képviselte. Utóbbi kétszer is dobogóra állhatott. Nagyon erős volt a mezőny, tehát igazándiból csak és kizárólag a pestiek nem voltak ott. Mindenki más az egész országból. 60-70-es csúcs mezőnyben kellett úsznia mindegyik versenyzőmnek. Nyilván itt a felnőtteknél, amit már említettem, felnőtt kategóriában Dominik és a Bettinek kevesebb volt az esélye a már majdnem, hogy profikkal szemben. Itt megint csak Leventének volt úgymond az ő korosztályában a legnagyobb esélye. Úgyhogy meg is tett egyébként ezügyben mindent, hogy maximálisan teljesítsen. Célunk az volt, hogy a fehérvári formát megtartsuk, és hosszabb távokra próbáljuk kinyújtani az ő erőlétét. Nagyon sokat javított a Levente, 200 métereken, vegyesen, 200 vegyesen, 200 gyorson, illetve a 100-as távokon, a fő távokon, illetve az 50-es távokon is sikerült megúszni a legjobbakat. Egy kicsikét hiányérzetem volt, sajnos a 100 háton és a 100 gyorson 4. illetve 5. helyet ért el, de konkrétan 19 század volt a második hely, és az ő 5. helyezése között a különbség gyorsan, illetve háton is 3/10 a dobogó, tehát ezek igazából pillanatok kérdése, és ezeken vagyunk rajta, hogy ezeket a pillanatokat most már a saját magunkra tudjuk hajtani. Meg kell említenem itt is egyébként minden versenyzőmet, mert maximálisan kitettek magukért, főleg, ahogy említettem, az érettségi mellett ezt még mindig maximálisan szem előtt tartják, hogy igenis, már pedig itt vagyunk és úszunk és dolgoztunk rengeteget ezért, akkor tegyünk le valamit az asztalra. Többiek erős közönyben végeztek, de a legszebben csillogó érmünk az mégis Leventének az országos vidékbajnoki címe 50 méter gyorsan. Sajnos nem ranglista javítás, de hát sajnos az ő idejét most elég nehezen fogja saját maga idejét is megjavítani, de lett egy ilyen helyezésünk, hogy elmondhatjuk, hogy a Levente most országos vidékbajnok 50 gyorsan, illetve második lett 50 háton, úgyhogy dupla sikert tudtunk elkönyvelni. Ami viszont a következőkben a célunk lesz, az országos gyermekbajnokságra Leventének a 100-200-as távokat ugyanilyen szintre felhozni, ha nem jobbra, illetve Bálintnak a cápa bajnokságon szintén legalább top 5-ös időket, illetve eredményeket szeretnénk elérni. 7-8 versenyszámból fognak ott indulni, ez július végén lesz, rengeteg munkánk van addig, ezekre fogjuk kiérezni úgymond az edzéseket. Igazából azt látom rajtuk, hogy mindegyikük várja már ezt a 2,5 hónapot, mert nagyon sok edzés, illetve edzőtábor, és nagyon sok megmérettetés lesz úgymond előttük, hogy saját magukat is le kell tudniuk győzni, fejben összerakni ezt a dolgot, maga a mozgásmechanika az teljesen tökéletes már, úgyhogy csak és kizárólag az ő mentalitásukon, hozzáállásukon múlik a dolog. Babai Gergő elmondta, június 18-án ismét megrendezik városunkban a mini olimpiát, melyen a hagyományokhoz híven népes mezőny várható.
Összesen 30 készségfejlesztő labda került ajándékként az elmúlt időszakban a Pápai Városi Óvodák 4 intézményéhez. A Tapolca főig két tornyulaki, Huszár lakótelepi és Fáji óvodások örömmel próbálták ki a labdákat, amik egy részét Vég Tibor, pécsi sportember juttatott el a médiumokhoz azzal a kéréssel, hogy továbbítsák azokat a helyi óvodákhoz. 10 labda pedig a Peruc FC ajándékaként került a gyerekekhez. Varga András a Pápavárosi Televízió főszerkesztője és Huszár Hajnal a Pápama felelős szerkesztője adta át. Április végén Csákvári Juditnak, a Pápai Városi Óvodák vezetőjének és 3 ovinak azokat a készségfejlesztő labdákat, melyek ugyanúgy javítják a gyermekek mozgáskoordinációját, ahogy karban tartják a felnőtteket. Arról már szóltunk, hogy egy kezdeményezés kapcsán a Szivárvány óvoda több ilyen labda birtokába jutott. Majd a Tapolca Fői 5, a két tornyulaki 5 és a Huszár lakótelepi óvoda 10 darab trükkös labdával lett gazdagabb. A Pápavárosi Televízió 10 labdája a település részi óvodákba került. Nagy örömmel vettük Vég József felajánlását, amivel arra biztatott minket, hogy jótékonyan tovább tudjuk adni ezeket a labdákat. Úgy gondolom, hogy ez az az életkor, amelyikben nagy szükség van ezekre a labdákra. Úgy gondolom, hogy ezzel is hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy a Pelc utánpótlás csapataiba ügyes kisgyerekek menjenek majd, akik értenek a labdához. A tapolcafői óvodások még nem találkoztak ezzel a típusú labdával, de a focit nagyon szeretik a fiúk és a lányok is, így örömmel vetették bele magukat a játékba. Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget. Minden ilyen mozgásos lehetőségnek nagyon örülünk, hiszen főleg itt a Tapolcafői óvodában nagyon mozgásigényesek a gyerekek. Rengeteget vagyunk kint az udvaron, és az udvari játékainkat ezzel is tudjuk fejleszteni. Vannak nagyon ügyes gyermekeink, vannak, akik a pápai focira is járnak, és szinte minden délelőtt, amikor kint vagyunk, akkor folyamatosan ezzel foglalkoznak. Két tornyulakon már kipróbálták a trükkös labdákat. A gyerekek egy apukától kaptak egyet ajándékba. Így, hogy most már több lesz, és többel rendelkezünk, amint látom, sokkal-sokkal szívesebben használják a gyerekek, mert így még talán a versenyszellem is kialakul bennük, és jobban inspirálja őket az a játék. Én úgy érzem, hogy nagyon jó helyre került, és köszönjük szépen a gyerekek nevébe is, hogy mi kaphattunk 5 labdát ebből a mennyiségből, és úgy érzem, hogy nagyon jó helyre kerül, mert rengeteg fejlesztőjátékunk van már itt az udvaron, amit a gyerekek állandóan rendszeresen használnak, és nagyon szeretnek mozogni, nagyon sokat tartózkodunk a friss levegőn, úgyhogy biztos, hogy ahogy elnézem, most itt a mellékkel távra mutatja, hogy most is nagyon-nagyon szívesen vették birtokukba. A Huszár lakótelepi óvodába 10 labda került. Ezeket a Pápama internetes hírportáltól kapták a gyermekek. Ebben a labda adományozásban a Pápama hírportál tulajdonképpen egy közvetítő szerepet tölt csak be, de én nagyon örülök neki, hogy én adhattam át a Huszár óvoda apróságainak ezt a 10 darab trükkös labdát, és bízom benne, hogy az óvónénikkel közösen nagyon sokat fognak vele játszani, nagyon sokat használják, hiszen kiválóan fejleszti a mozgáskoordinációt, a labdaérzékelést, a gömbérzékelést. Élvezetes játék lesz remélhetőleg a kicsik számára. Mik egyébként a szabályai ennek a labda használatnak? Amikor én láttam, hogy a Peruc csapata átvette ezeket a labdákat és kipróbálták a labdarúgók, akkor a derekukra erősítették ezt a gumit, és olyan hosszan hagyták meg lelógni, hogy éppen elérjen a földig a labda, és úgy rúgták el, és aztán ugye a rugalmas gumiszalag az visszahozza az emberhez a labdát, és aztán így váltott lábbal, vagy ugyanazzal a lábbal folyamatosan rúgták el, és jött vissza a labda. Lehetett vele dekázni, és egészen különleges, szinte már akrobatikus formákat is tudott vele végezni az, aki már értett hozzá. Hát nem olyan egyszerű. A 10 labda kevésnek is bizonyult a több mint 10 tucat gyermeknek, de türelemmel várták, hogy sorra kerüljenek és kipróbálják. Nagyon nagy örömmel fogadtuk ezeket a fejlesztő labdákat, különösen azért, mert ilyen fejlesztő játékaink még nem voltak, ezért nagy versengés volt a gyerekek között, hogy ki az, aki elsőként ezt kipróbálhatja. Én úgy gondolom, hogy elsőként a tornateremben
próbálnánk ki, mivel kaptunk hozzá jó kis könyvecskét, amiben látható, hogy milyen módokon lehet ezt használni. Tehát most itt a gyerekeket láthatjuk, hogy a focizással próbálkoznak, de ez nem csak derékra kötve focizásra használható, hanem láttam a kis könyvecskében, hogy akár padgyakorlatokra, a kar gyakorlatokra, egyensúlyérzék, tehát mindenféle tevékenységet lehet vele végezni. Csákvári Juditta, a Pápai Városi Óvodák vezetője elmondta, ebben a korosztályban nem lehet kérdés a mozgás napi jelenléte, hiszen életkori sajátossága a gyermekeknek. A változatos, különleges eszközök jelenléte, az ezekkel való érdekes mozgásformák megtapasztalása pedig további ösztönző a gyermekeknek a mozgásos játékokra, tevékenységekre. Az áprilisi labdaátadások után aztán az elmúlt héten a Fáj óvoda gyermekei is kaptak 10 készségfejlesztő labdát. Az ajándékot a Peruc FC elnöke Bocskai László adta át. Részt vettünk egy jótékonysági programba, amikor egy mosolygós képet kellett elküldeni, kiírtak egy pályázatot, hogy aki ilyen képet elküld, az kaphat érte 10 darab ilyen készségfejlesztő labdát. Ennek a programnak a címe az volt, hogy mosoly a gyermekekért és a sportlegendákért. Mi erre pályáztunk, és mind a mellett, hogy megkapta az Egyesület a labdákat, mellette úgy gondoltuk, hogy mindenképpen már nem csak a felnőtteknek, hanem ezt már gyerekkorban el kell kezdeni a készségfejlesztést, hogy igazándiból kiderüljön, hogy valakinek van tehetsége a labdajátékokhoz, vagy nincsen, illetve a legkisebb tehetséget is nagyon jól lehet ezekkel fejleszteni. Azért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk 10 darabot megvásárolni ettől a cégtől, aki ezeket reklámozta, illetve az egész országból bemutatta. Így meg is vásároltunk, és a Fáji óvodára többek között azért esett a választás, mert ők a óvifoci programba részt vesznek, viszont adományban nem kapott se az Egyesület, se az utánpótlás nevelés annyi labdát, hogy mindenkinek jutott volna belőle. Így gondoltuk, hogy mindenképpen ennél több anyagi áldozatot is megérdemel egy olyan óvoda, amelyik a készségfejlesztésre, illetve a futball utánpótlás nevelésében már ilyen pici korba kiveszi a részét. A Peruc FC focistái egyébként kipróbálták ezt a labdát, és mi a tapasztalat? Kipróbálták, ugye még konkrét edzés programot nem írtunk előre. Az elkövetkezendő időben mindenképpen a mindennapi edzésekbe is szeretnénk bevonni ezeket a labdákat. Egyelőre ismerkednek leginkább vele. Nagyon sok videóanyagot kaptunk hozzá, ezeket is ki kell tanulmányozni, és akkor utána 100%-osan tudjuk használni őket. Az újabb 10 labda ismét jó helyre került. A gyerekek lelkesen rúgták őket, és örültek a Peruc FC ajándékának. Nagy örömünkre szolgált ez a mai napi adomány, nem számítottunk rá, és azt hiszem, hogy a gyerekek öröme is látható volt. Sokrétű a labdának a felhasználhatósága, biztos, hogy ügyesíteni fogja a gyerekeket, más, mint az olyan labda, ami elgurul és utána kell szaladni, meg kell tanulniuk velük bánni, és én úgy látom, hogy örömmel gyakorolják a használatát, és köszönjük szépen. A Fáji óvoda idén csatlakozott az óvifoci programhoz, ami jelenleg a legnépszerűbb foglalkozásuk. Az intézményből több mint 30 gyermek vesz részt rajta. Az idei évben indult először a program, hiszen most az idei évtől tudjuk újra használni a tornaszobát, és a feltételek hiányában nem volt eddig. Bennünket is meglepett, hogy milyen népszerű. Két csoport van, és a heti edzéseken külön vannak a kicsik és külön a nagyobb korosztály. 30 feletti a résztvevők száma, hát ez persze mindig egy kicsit változik, és nagyon sikeresen teljesít most az óvi foci tornákon. A gyerekeink nagyon lelkesek, jól védik a kaput, ezt nagyon jól megtanította az edzőbácsi nekik, és hát sikeresen lövik a gólokat. Örülünk nekik, a szülők körében is népszerű ez a foglalkozás. Május elején közel 150 diák részvételével zárult a Városi Atlétika Diákolimpia egyéni és csapatversenye. A megmérettetésen 3 korcsoportban városi és pápa környéki intézmények 3-4, illetve 5 próbában vetélkedtek, ahonnan a legjobbak a megyei döntőre kerültek.
A sikeres versenyhez a jó idő is hozzájárult. Régen vettek részt annyian atlétika diákolimpián, mint ezen a napon. A tanulók korcsoporttól függően távolugrásban, kislabdadobásban, súlylökésben, síkfutásban és váltófutásban vetélkedtek. Szinte minden iskola szerzett jó helyezést, az összesített pontszámítás végén az Erkel, a Gyurác, a Szent István, a Vörös és Lovász Patona készülhetett a megyei küzdelmekre. Az idei versenyen hála Isten igen sok iskola vett részt. Fiúknál, itt a több próbabajnokságról beszélek, itt 24 csapat volt összesen, lányoknál pedig 16. Itt a város és körzeti iskolákat kell venni. Ez azt jelenti, hogy több mint 150 diák, fiú, illetve lány vett részt a versenyeken. Több továbbjutó volt a Szent István iskolából, a Gyurác iskolából, Erkelből, Vörösből, illetve a körzetből a Lovász Patona iskolából volt továbbjutó a csapatversenybe. Az egyénibe ott több iskolából is volt továbbjutó, itt volt a Munkácsiból, volt Csótról, volt a Tarciból, remélem mindenkit elmondtam. Hát a piciknek, a második korcsoportnak ugye több próba bajnokság volt, itt a csapatban versenyeztek ők, 60 méter futás, távolugrás, illetve kislabdadobás, illetve még utána volt a 6 fős csapatból 4 embernek egy 400-as váltója, ami részt vett a 4 ember, és ezek alapján volt a pontszámítás, illetve a helyezéseknek a hirdetése. A második korcsoportosoknál, a lányoknál az Erkel iskola, a fiúknál pedig a Gyurác Ferenc iskola a csapata győzött, és ment a megyei versenyre. A harmadik korcsoportosok, ők az ötödik hatodikosok, náluk a versenyszámok kiegészültek egy 600 méteres futással, náluk váltó nem volt. Itt ugyancsak a 6 emberből 5-nek az eredménye számított, és ők kerültek a... Ez alapján lett az eredményszámítás, és itt pedig az Erkel iskola és a Szent István iskola csapata lett az első, ők kerültek a megyeire. A nagyoknál ott 100 méteres futás, távolugrás, kislabdadobás, súlylökés, illetve 800 méteres futás volt, ezzel kapján volt a pontszámítás, itt a fiúknál a Lovász Patona, a lányoknál pedig a Vörös iskola csapata lett az első, és mentek a megyei versenyre. Mennyire születtek jó eredmények, mennyire lehettek optimisták a megyei előtt? Hát ugye teljesen más Veszprémbe versenyezni, teljesen más egyrészt utazás után versenyezni, teljesen más a salakon versenyezni itthon, és egy rekordtára kerülni, amit még van, aki még tévében sem nagyon látott. Ugye itt 9 körzet csapata vett részt, ami nem azt jelenti, hogy 9 csapat volt, hanem volt olyan körzet, onnan nem csak az első, hanem a második is esetleg ott volt a megyei versenyen. Hát az eredmények vegyesek voltak, a csapatban a legjobb az a negyedik helyezett lett, illetve kilencedik helyezett lett a Lovász Patona csapata és a Gyurás csapata a megyei versenyen. Ugye számítottak egyénit is, mentek az egyéni versenyzőink is, hát egyéniben az Erkeles kisgyerek, akit Horváth Eréknek hívnak, lett negyedik az összetettben, illetve a Vörös iskolából a Györkös Hanna lett a negyedik korcsoport lány több próba bajnoka, és megnyerte a megyei versenyt. Tehát akkor neki következik az országos? Így van, ő az országos döntőre jutott, ami Székesfehérváron lesz, szerintem június elején, de pontos időpontot nem tudom. Szeretném még ezt megköszönni a testnevelőknek, illetve a lelkes szülőknek, hogy a gyerekeket ingyen és bérben felvitték a Veszprém megyei döntőre. Így sokkal kényelmesebb és jobb volt nekik az utazásuk. Az elmúlt hétvégén a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub U15-ös és U14-es együttese is befejezte az idei pontvadászat hazai küzdelmeit. A Perutz stadion és a Munkácsi sporttelepén Horváth Imre és Forstoffer Tibor tanítványai a közvetlen élmezőnyben elhelyezkedő Sopront fogadták. Mindkét találkozón jól helytáltak a pápaiak, a vendégek azonban érvényesítették a papírformát, és 3 ponttal utaztak haza a hűségvárosába. Az őszi találkozón 10-0-ás soproni siker született, így Forstoffer Tibor egy tisztes helytállást tűzött ki célul. A csapat edzőjével a mérkőzés kezdete előtt az őszi és tavaszi szezonról, a várható esélyekről és a nem is oly távoli jövőről beszélgettünk. Hát a Sopron ez 210 valány gólt rúgott és 17-et kapott, tehát az egyik legjobb csapat.
Egy tisztes helytállást várok azért a gyerekektől, és egy-két dolgot, amit gyakorolgattunk, azt szeretném visszalátni a pályán. Döntetlennel ki lennék béküve természetesen, de hát realitást nézve tisztán vagyok vele, hogy inkább egy nagyobb arányú vereséget szeretném megúszni. A hamarosan véget érő szezonnal kapcsolatban Forstófer Tibor azt mondta, sokat fejlődtek a fiatalok, az egyik legnagyobb erősségük pedig a csapategység volt. Gyerekek nagyon sok mindent megtanultak, fejlődtek, egy jó közösség jött össze, az eredmények alig nem magukért beszélnek. Nem tudom, hogy a többi korosztályban is van-e ilyen hasonló teljesítmény, alig nem csak a 99-es korosztálynál. Én nekem nagyon szimpatikus, amit játszanak, megfogadják az embernek tanácsát, egymásért küzdenek, tehát az eredmények meg magukért beszélnek. Tehát az, hogy itt a gyerekek azt a játékot, amit játékrendszert, amit gyakorolunk, azt játszák, az egy dolog. De szerintem minden csapatnál a közösség ereje az, ami inkább motiváció lehet. Az ősszel szereztünk ugye 19 pontot, most eddig 21 pontnál tartunk, és akkor még van egy olyan mérkőzésünk, az Andrássy-Idai mérkőzés, amit elvileg kötelező hozni, tehát akkor lesz 24 pontunk. Tehát nyilván akkor a tavasz már így is jobban sikerült, ugye 3 pontot többet szereztünk. Nem tudom még, hogyan lesznek a csapatok, illetve a korosztályok. Ugye a 2003-as korosztályhoz szeretnék igazolni legalább egy 5 játékost, akiket már beszéltem velük, hát majd meglátjuk, hogy sikerül őket behozni Pápára. Az U14 várhatóan a 14 csapatos bajnokság 6. helyén fejezi be a küzdelmeket. Előttünk van a Szombathely, Zalaegerszeg Akadémia, a Sopron, Veszprém és a Gyirmót. Na most, hogyha ezeket az utánpótlásokat megnézzük, alig, hanem ez egy elfogadható helyezés itt a csapat számára. Szeretném megköszönni a csapatnak az őszi, illetve a tavaszi hozzáállását, teljesítményét, valamint a szülőknek segítségét, hogy ilyen jól sikerült ez a bajnokság, legalábbis eddig. Játszottunk ugye 10 mérkőzést, eddig abból 7-et nyertünk. A Sopron végül 5-2-es győzelmet aratott. A hazaiak találatait Horváth Gábor és Hauser Bálint szerezték. U15-ös csapatunk a mérkőzéssel egy időben a centerpályán szerepelt, és egy szoros meccsen 1-0-ás vereséget szenvedett. Az őszi soproni találkozóhoz képest egyébként jóval szorosabb volt az eredmény. Ott, ha jól emlékszem, akkor 5-1-re kaptunk ki. Ott is az utolsó pár percben kaptunk 2 gólt. Addig egész szoros volt. Itt úgy gondolom, az első fél időben egy abszolút, meg az egész mérkőzés nézve inkább döntetlenhöz kezelített a mérkőzés. Sajnos egy saját hibánkból kaptunk egy közvetett szabadrugást a 16-oson belülről, amit értékesített az ellenfél. De előtte gyakorlatilag kihagytunk egy zicset a kapussal szemben. Ismét rossz döntést hozott az egyik játékosunk. Tehát ha ott esetleg mi vezetünk, akkor még ez a gólben van, akkor is döntetlen marad a mérkőzés. Küzdelmes volt a mai játék mind a két csapatnál, inkább a küzdelem dominált, úgy érzem. Nagyon kevés alkalommal sikerült mindkét csapatnak létszám fölött kialakítani egy-egy játék szituációban. Éppen ezért nem is sikerült igazából folyamatos játékot kialakítani egyik csapatnak sem. Ha az összességét nézem a mérkőzésnek, azért a Sopron jobban uralta a játékot természetesen, mint mi. Ennek több oka van, elsősorban ezt a saját házunk táján kell keresni, edzés látogatottság, az utóbbi időben a gyerekek, ugye tanév vége van, akinek gondja volt esetleg a tanulással, egy kicsit jobban odafigyelt a tanév végére, kevesebb volt az edzésre járás, másik pedig hát 5 játékosunk a megye válogatottal 2 hetente keddi napon készült, ez egy kicsit fölborította úgy érzem a felkészülésünket, de nyilvánvaló büszkék vagyunk azokra, akik ide bekerültek, hogy aztán onnét lesz nekik tovább folytatás, ez majd a szakembereknek a dolga. A hátralévő 2 meccsünk, ez idegenben van, és mind a 2 halasztott mérkőzés. Megyünk Gyirmotra, illetve megyünk Andrássy-Idára 30-án. Hát az egyiknél állítólag a pályával kell nagyon megküzdeni, mert rettenetes állapotban van állítólag az Andrássy-Idai pálya. A Gyirmot meg egy hasonlóan jó képességű csapat, mint a mai ellenfelünk a Sopron volt. A hazai pályán most már többet nem fognak játszani. Egy kicsikét a szezont is vegyük át, ősz-tavasz, hogy sikerült ez a középmezőny, ez reális-e a csapatnál? Ha azt tekintem, hogy helyezésben úgy tűnik, hogy előbbre fogunk végezni, mint ahol ősszel befejeztük, akkor mindenképpen előrelépés. Mindazon nehézségeket figyelembe véve, amit ugye az előbb említettem,
Úgy érzem egyébként, hogy a tavasz folyamán sokkal masszívabb lett a csapatunk szerkezetileg is. Elsősorban gondolok itt a hátsó alakzat játékára. Sokkal masszívabb volt a védekezésünk, viszont ez egy picit megsínlette a támadás előkészítéseket, vagy a támadásba való átmeneteket. Ezen majd próbálunk a következő szezonban, illetve próbál ugye a szezon végén újra lesznek a korosztályok elosztva, ugye feljebb lépnek játékosok, valaki még maradhat ebbe a korosztályba, hiszen a 2002-eseknek most lesz majd igazából a korosztálya, az U15, a 2001-esek pedig nem felcsatlakoznak az U16-ba, illetve az U17-be képességtől függően. Én összességében a tavaszt eredményesség szempontjából erőlépésnek tartom, és az, ami a minimális elvárás volt az egyesület részéről, az első 10-ben történő, vagy való bajnoki szereplés, az úgy gondolom, hogy meg lesz, tehát az nem falok veszélyben. Úgyhogy ezután is köszönöm a srácoknak az eddigi munkáját, meg hát ezt a két mérkőzést még meg le kell játszanunk az elkövetkezendő 10 napban. Senki ne legyen áldozat. Ezzel a címmel indított Pápaváros önkormányzatával és a Pápai Rendőrkapitánysággal együttműködve a 7 Csillag Egyesület női önvédelmi tanfolyamot. A május 24-én induló 6 alkalomból álló képzés elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés pedig olyan nagy volt, hogy a részvételi létszám néhány nap alatt betelt. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a közeljövőben újabb csoportot indítanak. A május 24-én induló foglalkozásokon nagy hangsúlyt helyeznek valósághű szituációk feldolgozására, a támadást megelőző helyzetek felismerésére és azok lehetőség szerinti legjobb megoldására. A foglalkozás keretein belül a Pápai Rendőrkapitányság és a 7 Csillag Egyesület oktatói közösen tartanak elméleti és gyakorlati órákat. Egyedülálló a kezdeményezés és egyben rendkívül időszerű és aktuális is, és nem csak a városunkban közelmúltban történt szexuális bűncselekményre gondolok, hanem arra is, hogy a felméréseink szerint a bűnügyi szempontból viszonylag veszélyeztetett kereskedelmi egységek, mint például az ékszerboltok, a nemzeti dohányboltok, a valutaváltók, vagy éppen a takarékszövetkezetek, mini ABC-k, általában hölgyeket foglalkoztatnak, és ezek a hölgyek gyakran egyedül dolgoznak az üzletben, hogyha őket támadás éri, akkor ott egyedül kell helyt állniuk. Tehát azt gondolom, hogy ez a programsorozat a veszélyes területen dolgozó hölgyeknek is egy egyedülálló lehetőség. A tanfolyam 6 alkalmat tartalmaz, és akkora az érdeklődés, hogy a meghirdetett 55 fős létszám néhány nap alatt betelt. Május 24-ével indul egy 6-7-es tanfolyam, kimondottan nőknek, ahol egy kicsit a 21. századnak megfelelő szituációkra próbálnánk meg rávilágítani, illetve erre egy kicsit felkészíteni az ott jelenlévőket. Hát ebben nagyon-nagyon sok minden bent lesz, tehát nagyon sok szituációs gyakorlattal, illetve helyzetfelismerés gyakorlatokkal készültünk, tehát már elkészült ennek a tervezete, illetve természetesen gyakorlati megoldásokat is, ha a legszükségesebb esetekben, ugye, amik alkalmazhatók ilyenkor. Hát úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló dolog, és ennek is köszönhetően nagyon nagy érdeklődésre tett szert ez a rendezvény. Hát gyakorlatban most már azt mondhatom, hogy beteltek az előzetes regisztrációk, tehát ez annyit jelent, hogy ugye 55 főre hirdettük meg, hát 60 főnél zártuk a regisztrációt pont azért, hogy azért legyenek tartalék emberek. Mindenki, aki regisztrálta az Egyesület oldalán, azt értesíteni fogjuk a megadott elérhetőségén, illetve a részleteket is majd velük közöljük, hogy mi az, amire kell még külön készülni. Gyakorlatban a helyszín is változó, tehát ugyanúgy a Jókai utcán lesz a képzés, de a Jókai utca 37 szám alatt található általános iskolába, illetve annak a tornatermébe zajlik majd. A célja az, hogy egy kicsit a gyengébb nem számára is, mivel ők sokkal sebezhetőbbek, mind a hétköznapi szituációkban, mind akár egy pénzfelvételnél, egy vásárlásnál, vagy pedig akár egy szabadidős programban, egy kocogásnál, mi
az, amire kell, hogy figyeljenek, hogy lehet elkerülni egy-egy vészhelyzetet, felismerni, illetve esetlegesen megoldani, hogyha úgy alakul az élet. Nagy érdeklődésre számítottunk, ekkorára azért nem, és hát ennek folyamán az Egyesület már egy kicsit tovább gondolta, és úgy gondoljuk, hogy azért lesz folytatása is, ugyanígy együttműködve, ugye hát a pápai rendőrkapitányság és pápaváros önkormányzatával közösen, hiszen mind a két fél jelentősen támogatja, illetve közreműködik itt a gyakorlati dolgokba is majd. Úgyhogy amikor ennek vége van, akkor valószínűleg fogunk indítani azok számára is, akik most nem fértek bele ebbe a keretbe, hiszen ez a mai világban úgy gondolom egy nagyon fontos dolog, hiszen változott a világ, és egyre kevesebb az sajnos, aki úgy tud az időt szentelni magának, hogy sportoljon, illetve akár küzdősporttal, akár más elő dolgokkal foglalkozzon. Így, hogy itt ezen a tanfolyam egy kicsit zanzásítva megpróbáljuk a lényeget átadni. Mint megtudtuk, a program két részből áll. Egyrészt a gyakorlati képzés, amelyet a Hét Csillag Egyesület bonyolít le, persze itt lesznek rendőri segítők is, két egyenruhás kollégám vállalta a közreműködést, másrészt pedig mi az elméleti részét szeretnénk adni a tanfolyamnak, útmutatóval szeretnénk szolgálni a hölgyeknek a tekintetben, hogy bizonyos élethelyzetben, szituációban milyen viselkedéssel kerülhetik el azt, hogy áldozattá váljanak, tanácsokat adunk, bizonyos megelőzési praktikákat is közvetítünk, és hogyha ők ezt megfogadják, szem előtt tartják, és az életük során erre visszagondolnak és alkalmazzák, akkor bízunk benne, hogy ők egyáltalán nem válnak sem vagyon elleni, sem más erőszakos bűncselekmény áldozatává. Ha mégis megtörténne a baj, akkor pedig még mindig tudnak bizonyos praktikákat alkalmazni az önvédelmi fogások előtt, tehát lehet egy határozott fellépéssel, egy azonnali segítséggel, kiáltással is eltántorítani a támadót a szándékától, ha pedig már ez sem vezet eredményre, akkor pedig jöhetnek a tanfolyamon elsajátított önvédelmi fogások. Itt viszont azt szeretnénk a hölgyeknek felvázolni, hogy mi is az a jogos önvédelem, és hogyha ezt alkalmazzák, akár fizikailag támadnak vagy védekeznek, akkor ebben meddig mehetnek el, meddig szólnak a jogi keretek. Persze szót kell majd említeni azokról az eszközökről is, amelyeket a hölgyek az önvédelem során használhatnak. Szerintem biztosan kérdésük lesz, hogy kést tarthatnak-e maguknál, sokkoló lehet-e náluk, vagy egyéb eszköz, ezt mind el fogjuk nekik mondani, és a jogszabályi háttérrel megismertetjük őket. További részleteket jövő heti sportműsorunkban láthatnak és hallhatnak.